Sziasztok! Ez az első olyan videó, amit azért készítettem, hogy segítsek nektek a gyerekkönyvekben való eligazodásban, mert tudom, hogy nagyon sok van, nagyon nehéz dönteni, és ha mondjuk bementek egy könyvesboltba, és körülnéztek, és rátok szakad az a több ezer kiadvány, ami ott körbevesz titeket, akkor nagyon el lehet bizonytalanodni. Na most ez egy webáruházban sincs azért másképp, mert nálunk is nagyon sok könyv van, viszont nagyon szívesen segítek abban, hogy mi az, ami igazán annak a korosztálynak a kezébe való. Ezért korcsoportokra lebontva ilyen kis rövid videókat fogok közzétenni. Az első pedig a szavazataitok alapján a kisiskolások korosztály lett, mégpedig őket is 7-8 évre bontottam le első körbe, és mesekönyvekre, tehát a mai alkalommal első-második osztályos gyerekeknek szeretnék olvasnivalót ajánlani. Ennek is ugye több része van, illetve több csoportba tudom még ezt is lebontani. Először olyan könyveket szeretnék megmutatni nektek, amiket a gyerekek maguk olvashatnak. Ebből nagyon sok van mostanában, nagyon sok kiadó készített, hát ilyen úgynevezett most én olvasok, olvassunk együtt hasonló című sorozatokat, neves írókkal. Ezeknek az a lényege, hogy különböző szinteken adja oda a gyerekeknek az olvasnivalót. Például mutatok egy egyes szintet, ami Berg Judit, a Tök magok sorozat, ami egy nagyon népszerű kiadvány. Ennek is 4 része van, és hogyha belekukkantunk, akkor az első rész az ilyen. Ilyen szellős. Nagy képek, rövid mondatok, amiken nagyon jól el tud igazodni egy nem olyan régen olvasni megtanult olvasást gyakorló kicsi. Ezek önálló mesék, egy könyvben egy történet van, általában fiú-lány szereplőkkel, tehát ezek mind unisex kiadványok, tehát fiúknak, lányoknak egyaránt javaslom. Ebből a sorozatból, amit egyébként a Pagony adott ki, és az egyik legjobb a témában, az egyik, ugye a Tök magokon kívül van még egy Gévai Csilla sorozat, egy kirándulós könyv. Most direkt úgy mutatom, hogy ez már egy kettes. Nagyon jól lehet látni, hogy mennyivel több benne a szöveg, kicsivel hosszabbak a mondatok, ugyanúgy egy történetből áll, nagy képekkel, és még mindig nagyon jól érthető egy 7-8, mondjuk még 9 éves gyereknek is, mert a történetek izgalmasak. Akit még felkértek, hogy írjon ilyen történeteket, Fini Petra, Milu sorozata, ez már egy négyes, ami a legsűrűbb, pedig még mindig egy történet, egy kislány és egy kisfiúról szól, és így néz ki egy oldal. Tehát ez már sokkal úgymond bonyolultabb történetet tartalmaz. Ebből a sorozatból még Igaz Dóra, aki az utolsó, hát persze lehet, hogy lesznek még ilyen könyvek, de a most megjelent sorozat, a legutolsó, az az Igaz Dóra történeteiből mutat nekünk. Az első rész az első B hörcsöge, második az ültetés az első B-ben, a harmadik ez az elveszett távirányító, talán még hármasat nem is mutattam. Ez is ilyen. Már viszonylag bonyolultabb mondatokból áll, de még mindig nagyon jól tagolt, sok fejezetes, szép rajzos, és ennek a sorozatnak is most jön ki a negyedik része, ami az első B gyerekeivel kapcsolatos. Most ilyen könyveket, például a Manó könyvek is megjelentettek, ez mondjuk egy kicsit fiúsabb, a Rendőrök című, ahogy látszik, 3 történet van benne, és így néz ki. Nagyon hasonlóan, mint az előző, vannak kiemelt részek, de rövid mondatok, és itt több történet is van egy könyvön belül. Olvasd velem sorozat a címe, amiből van például Mentsük meg a tanyát, ez ugye ez unisex, ezt fiúk-lányok is olvashatják, na de hát természetesen egy rendőröset is olvashatnak a kislányok, miért is tegyünk ilyen különbséget. Csodaszabja Lali kiszabadítja Kazimírt.
Lehet, hogy ez azért mégiscsak fiúknak izgalmasabb, de én ezt nem akarom eldönteni a gyerekek helyett, mert ezek mind nagyon jó kalandos regények. Képesek, szépek, izgalmasak. Hogyha valamilyen speciális területben gondolkodunk, például Csillagok háborúja, ami nagyon menő, még ennek is van ilyen most olvasós sorozata, ami nagyon kicsiknek szól, mert ez például ennyire jól tagolt, tehát látható, hogy hatalmas betűk vannak. Ez tényleg egy nagyon kezdő olvasónak, tehát simán egy első osztályosnak, aki most tanulta meg még csak az utolsó betűt az ABC-be, én ezt nagyon ajánlom, hogyha szereti a Csillagok háborúját. Ha nem, ha meséket szerettek, akkor vannak szótagolók, mert az mesék, ebből is nagyon sok fajta van szótagoló sorozatból, ami hát nyilván, ahogy a címe is mutatja, szótagolva írja le a történetet, ami még egy kicsit segíti a gyerekeket abban, hogy könnyebben megértsék, hogy mi a tartalom. Ezek ilyen egyoldalas mesék. Tehát ez is még mindig nagyon könnyen érthető, és ezek ilyen pár száz forintos füzetek. Ez a sorozat például. Ha nem kötelező, mert van, ahol igen, illetve ha szeretünk nosztalgiázni, ezek a könyvek még mindig kaphatók, Mosó, Masa, Mosodája, Gőgös, Gúnár, és ezeket nem véletlenül sokszor kötelezővé teszik a tanítónénik, mert ezek nagyon-nagyon jó betűgyakorló kiadványok. Általában versesek, de nagyon rövid mesék is vannak benne. A Mosó, Masa az ugyanilyen, illetve van például Ablakzsiráf, habár az egy kicsit tudományos, és azt majd egy másik videóban szeretném megmutatni az ismeretterjesztő könyveket, de ilyen a Mosó, Masa is betűkiemelésekkel, esetenként szótagolás van benne, és nagyon jó verses, könnyen olvasható és érthető. Az első-második osztályosoknak, de talán már harmadikosoknak is nagyon ajánlott Bosnyák Viktória, ami szintén nagyon sok helyen kötelező. Ez a sorozat, ezek helyes írás gyakorló kis könyvek, a Sirálya király, amikor kivirágzott a fánk-fánk, az elek merre kereselek, de ennek a sorozatnak is még van több része. Könyv és feladatgyűjtemény is van ezekhez a ehhez a sorozathoz, és ez nagyon-nagyon jó gyakorlás. A könyvből is mutatok egy kis részletet. Ez ilyesmi. Ilyesmi történet. Ez már azért inkább második-harmadik osztályosoknak való, de nagyon jó mesének is, nem csak gyakorlásra, tehát nem csak a helyes írás gyakorlására, hanem mint történetek is nagyon megállják a helyüket. Aztán, hogyha már egy kicsit átmehetünk a mesébe, de még mindig gyakorlás, Bartos Erika, nem feltétlenül dedós, ahogy esetleg elmondaná, ez már egy 8 éves, akinek igazából való ez a könyv, annak ellenére, hogy Bartos Erika, mert ő nem csak pici babáknak ír könyvet, és nem csak Anna Peti Gergőt, ezt is tegyük hozzá, hanem ez egy nagyon jó ABC gyakorló, és ugyanakkor nagyon sok ismeretet ad, elsősorban a családról, milyen a család felépítése, a családtagok, hogy hívják a rokonokat, a távoli ismerősöket, tehát nagyon jól felosztja, hogy ki az a másodunoka, testvér, és stb. És mindenféle vegyes dolgokat tartalmaz, minden oldal egy betű, és szerintem ez nagyon jó átmenet, mert azért az ekkora gyerekek még mindig szeretik a kicsiknek való meséket is. De ez jó átmenet, mert a rajzok megszokottak, de a szöveg már nagyoknak való. És hogyha már Bartos Erika, akkor megjelent a Bruno sorozatból már 2 rész is, amiben egyrészt az illusztráció nagyon fontos, mert ő elképesztően jól rajzol, és díjat is kapott ezért a sorozatért, Budapest díjat kapott, mert annyira csodálatosan rajzolja le a budapesti műemlékeket, fontos helyeket. Egyszerűen felsorolni se lehet, mert ez egy 6 részes sorozat lesz, amiből eddig 2 jelent meg. A kisfiú és a családja bejárja Budapestet. Pestet, Budát, most a Buda hegyei a második rész, ami szintén
kimondottan nagyoknak való, tehát hiába ő írta és rajzolta, ez egy kisiskolásoknak való sorozat, önállóan is olvashatják, de természetesen ezt mi is olvashatjuk nekik. És hogyha már áttértünk az izgalmasabb dolgokhoz, akkor Rumini, ami akár már a nagycsoportos óvodásoknak is simán belefér, természetesen attól függ, hogy az adott illető milyen érdeklődésű, mi az, amit elbír a türelme, de a Ruminit azért egy 5-6 éves kortól már ajánlják, 7-8 évesen pedig abszolút befogadható, lányoknak, fiúknak egyaránt. Ez egy nagyon kalandos regény, minden könyv egy önálló hosszú kaland, ami hát még azért felolvasós, mert ez nekik nagyon sűrű. Amit most a kezemben fogok, az egy új kiadvány, ugyanis az egész Rumini sorozatot kiadják puha kötésben is, ami nagyon olcsóvá teszi, de hát majdhogy nem felányéba kerül, mint a kemény kötéses. Más lett az illusztráció is. Tehát rajzos, kalandos, sok estén át kitartó olvasmány, amit mondjuk egy 8 éves talán már szívesen olvas egyedül is, de még akik igénylik ezt, ők szülő segítségével is elolvashatják, vagy olvastathatják maguknak. Ugye az utolsó része a Rumini kapitány, ez még csak kemény kötéses változatban van. Hát ez is egy kezdő olvasónak való. És ne feledkezzünk meg róla, hogy ők még mindig szeretik a mesét. Na most vannak olyan mesék is, amik nem a hagyományos népmesei vonalat képviselik, hanem nagyon újszerűek, viccesek. Ez a Jó Itt Mesét sorozat, ennek is több kiadványa van, nagyon szépen illusztrált. Egy-két oldal egy mese, nagyon újszerűek a rajzok is, és a történetek is, mert nem minden mesének van csattanója, egyáltalán nem hagyományos királylány, királyfi egybekelnek történetről van itt szó, hanem mindenféle állatokkal, nagyon izgalmas történetekkel találkozhatunk. Az egész megszemélyesítés tulajdonképpen az állatok, az emberek, és ebből ugye akárhányat el lehet olvasni, akárhol abban lehet hagyni, ez egy nagy előnye ennek a sorozatnak. Ja, csak hogy valamit mutassak is belőle, így néz ki. Hát ez még kisebbeknek is való, sőt, inkább óvodásoknak való, de nemrég jelent meg újból a Manó könyveknek a Mesél az erdő sorozata, a törpékről és állatokról is van egy külön kiadvány, ami annyira jól tagolt és olyan szép nagybetűs, hogy ez is egy kezdőolvasónak nagyon jó gyakorlás. Persze mi is olvashatjuk nekik, ezek igazán nagyon kedves állatos történetek. De a törpéset ugyanúgy javaslom. Nagyon sok mese van benne, ez egy nagyon jó kis gyűjtemény mesebeli állatokról. Még egy önálló olvasásra is ajánlott sorozat, amit Jean Tomlinson írt. Biztos ismerős a neve, mert például ezt a Bagoly, aki félt a sötétben című könyvet a Kolibri Színház is bemutatta már. Nagyon jó színdarab. Nem is tudok választani, mert hogy különböző állatokról szóló történeteket mutatok most. Ez nyilván a bagolyról szól, nagyon tanulságos, nagyon jól levezeti, hogy miért is nem kell félni a sötétbe. Minden fejezetben elénk tesz egy tanulságot, egy tehát valami olyan pozitívumát az éjszakának, a sötétségnek, amit szembeállít azzal, hogy kell-e félni, vagy nem kell, nyilván nem kell, és az a vége, hogy a bagó is nagyon megszereti végül a sötétséget. Ebből a sorozatból van földi malac, pingvin, tyúk a kitartásról, a cica, aki mindig haza akart menni, és végül el is éri a célját, mert hazajut. Ups, most elárultam a végét. A gorilla, ez is nagyon jó. Nem is tudom, hogy hány része van a sorozatnak, 6 vagy 7 kötetes, és ezeket önállóan is lehet olvasni. Mi is felolvashatjuk, mert mi is nagyon jól szórakozunk, hogyha ezzel szórakoztatjuk a gyerekeket.
Aztán azért van olyan könyv, amit még nehéz nekik, ugyanakkor nagy csoportos óvodáskortól egészen egy 8-9-10 éves korig abszolút javaslom a Csoda és Kósza történeteket, aminek csak annyi a hátulütője, hogy nagyon pici betűkkel van írva, és ezért ez nekik még nehéz, de befogadni nem, tehát felolvasásra, és egyébként ezt is már színházban is meg tudjátok nézni, az Örkény Színházban adják a Csoda és Kószát, szintén nagyon jó előadás. Ezek borzasztó vicces történetek, két ló, akik emberként viselkednek, emberi történeteket adnak elő, igazán jó szórakozás nekünk elsősorban, másodszorban a gyerekeknek is. És akkor még vannak olyan könnyed dolgok, mint például Bori, amiből van legalább 20 vagy 30 féle, és ennek a párja a Berci történetei, ami szintén nagyobbisoknak, de kisiskolásoknak is tökéletes olvasmány, mert nagyon aktuális, tehát az ő életüket meghatározó dolgokkal foglalkozik, a segíteni, zseppénzt kap, fogtündér, de orvoshoz megy, kórházba kerül, Bori nem áll szóba idegenekkel, mind nagyon tanulságos, és ez, mivel szép képek is vannak benne, egy mese van egy könyvbe, 710 forintos áron, tehát abszolút javaslom ezt a sorozatot is. Hogyha gyakorolni szeretne, vagy kell neki, szegénynek, és úgy gondoljuk, hogy valamilyen feladatos füzetet vásárolnánk a kicsiknek, akkor rengeteg félét tudok ebből is mutatni. Első, második, harmadik, egészen olyan 10 éves korig mindenféle gyakorló füzeteink vannak, olyan, amiben csak matematika van, vagy magyar környezet, vagy minden egybe. Tehát ez is például egy olyan gyakorló füzet, ami minden napra feladat, és minden van benne. Matematika, írás, szövegérték és környezetismeret. Ebből is van első, második, harmadik, talán még negyedik osztályosoknak való is, és ezek 450 forintos áron vannak, miközben 80 oldal a tartalom, tehát nagyon jó árérték arányban tudok ilyen gyakorló füzeteket mutatni. Ez például legalább szintén ez is 80 oldal, és ez is rengetegféle feladatot tartalmaz, teljesen vegyes, kompetencia alapú feladatok, matematika és magyarból, csak matematika gyakorlás, kicsit játékosabb gyakorló füzet elsősöknek, ez azért egy kicsit, mivel sok színes kép van benne, talán ez egy kicsit izgalmasabb is az első osztályosoknak, de hogyha nem akarjátok szegény még otthon is feladatokkal gyötörni, akkor rengeteg például pont összekötőt tudok adni, amiben azért mégis gyakorolják a számokat. Ugyanakkor ez egy színező, nagyon sok színező van, feladatos, matricás füzet, ami ennek a korosztálynak való. Vagy például van egy ilyen napraforgó kiadótól érkezett Tornáztasd az agyadat című, ez 7-8 éveseknek való pici füzet, van kisebbeknek, nagyobbaknak, egészen nagyoknak is van, most ezt nem bontottam ki, egy ilyen kis füzet van benne, és rengeteg feladat lapozgatni lehet, és úgy megoldani a feladatokat. Hát körülbelül ennyit gondoltam első alkalommal, ezek szinte csak a mesék voltak, és a feladatok. A következő videóban ismeretterjesztő könyveket fogok mutatni, az egy egészen külön téma, mert abból is nagyon sok van, aztán pedig a többi korosztálya érdeklődésének megfelelő kiadványokkal is jelentkezem. Köszönöm a figyelmet!